Az egészségügyben dolgozóknak mondtak ma köszönetet a megyei kórház auditoriumában. Az ünnepi műsort a Megadance tánc csoport adta az Ápolók Nemzetközi Napján. A Szent György Kórház mindent megtesz annak érdekében, hogy megbecsülje nővéreit, hiszen mint az ápolási igazgató fogalmazott, plusz juttatásokkal anyagilag is támogatják őket, és az utánpótlás is kiemelt kérdés számukra. Több programot is indítottak annak érdekében, hogy vonzóvá tegyék ezt a hivatást. A mi kollégáink mennek ki az általános iskolák 6., 7., 8. osztályába, azért, hogy megmutassuk azokat az érdekes szakmákat, ami megfogja a gyerekeket, és elindulnak az egészségügyi pályán. Aztán a következő lépés, amikor a középiskolába lépnek, akkor már járnak nálunk gyakorlatra. 2022-ben Simon Csilla Anikó lett az év ápolója. A kórházban 1985-ben kezdett el dolgozni. A Móri intézmény ápolóját a járvány idején a Fehérvári kórházba helyezték át, és az intenzív osztályon példamutató munkát végzett, és sokat tett a betegek gyógyulásáért. Én Móron kezdtem 85. szeptember 1-ével. Hát a szakmát szeretettem, a lánykorom óta ápolóni akartam lenni. Imádom az embereket. Nem is tudok mit mondani olyan. Nagyon szeretek ápolni, empatikus vagyok, ahogy mondta itt az ápolási igazgatónő. Az év asszisztensének Bencsikné Tihanyi Eleonórát, a járóbeteg szakrendelő szemészeti szakasszisztensét választották. El nem múló vastaps jelezte, tiszteletbeli ápolóvá fogadta a közösség az intézmény gazdasági igazgatóját, Balogh Mártont. Az Ápolók Nemzetközi Napja alkalmából rendezett ünnepségen az 50 évvel ezelőtt végzett nővéreket is köszöntötték.